Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jala Jászvingrész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Holtágak megmentése, mezőgazdasági és turisztikai szempontból is fontos a vizek rendbetétele. Elkezdődött a szakmaválasztó, csak nem 300 diákot várnak a kétnapos rendezvényre. Gyalogosan és vonattal is közlekednek újabb migránsfogások Tolna megyében. Fát ültettek a legkisebbeknek, Tolna megye több településén kaptak csemetét a gyerekek. Nagyobb figyelmet kell fordítani a vízgazdálkodásra, mint eddig, ezt mondta Móring József Attila, a Dél-Dunántúli régió fejlesztéséért felelős kormánybiztos keddi látogatása során kiemelte, a Dunaholtágak rehabilitációja nem csak az élővilág megmentését szolgálná, hanem a mezőgazdaság és a turizmus fellendülését is elősegítené. Egyre sürgetőbbé válik a tolnai, faddi és bogyiszlói Dunaholtág megmentése. Erre az elmúlt aszályos nyár még inkább ráerősített, hiszen ha nincs vízutánpótlás, a holtágak kiszáradnak és a benne élő növény és állatvilág is elpusztul. Ezen kívül számos más okból is fontos lenne rehabilitálni a Duna leválasztott részeit. A vízgazdálkodásra az elkövetkezendő időben lényegesen nagyobb figyelmet kell fordítanunk, mint ahogy azt eddig tettük. Azért, hogy megőrizzük ezeket az élőhelyeket, azért, hogy a mezőgazdasági termelést hatékonyabbá tudjuk tenni az öntözéssel, és nem utolsó sorban azért, hogy sportolási, illetve kikapcsolódási lehetőséget biztosítsunk az itt élőknek és az ideutazóknak. A Hold-Duna életben tartásának problémája nem új keletű. A Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács megbízásából már egy tanulmány is készült a vizek megmentésére, de most még egy lépéssel közelebb kerültek a megoldáshoz. A kormánybiztos úr ellátogatott a tolnai járásba, és a polgármester urakkal meg tudtok mutatni azokat a problémákat a helyszínen is, amik nekünk nagyon régóta fejtődést okoznak, és most már látjuk talán az alagút végén a fényt is, hiszen van egy olyan terv, amire talán aminek segítségével megoldást is találhatunk ezeknek a problémáknak a megoldására. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta, nemrég szakmai kirándulást tettek a Körösvidéken, ahol a víz hasznosítását tanulmányozták. A képviselő elmondta, a problémának az egyik lehetséges hosszú távú megoldása egy vízlépcső létrehozása. Nekünk itt a tolnai járásban egy gyorsabb megoldást is kell keresni. Itt is van két lába a dolognak, ugye egyszer beszélünk a vízutánpótlásról, az egy dolog, a másik után a mederrendezésről, mert hiába hozunk bele vizet, olyan magas a meder, hogy nem tudja megtartani a vizet, és ez mondjuk főleg a tolnai holtágra jellemző a magas feliszaporodás. Tehát jelen pillanatban, hogy készítettünk elő egy szakmai anyagot, ennek ehhez a pénzügyi forrás megkeresése az folyamatban van, tehát hogyan tudnánk a medret rendezni. A vízutánpótlást pedig vagy az élő Dunáról oldanák meg a régi szivattyúház beindításával, vagy a paksi atomerőmű hűtővizét irányítanák a holtágba. Az elmúlt év aszályos időjárása rávilágított, hogy nincs sok idő a tétlenkedésre, fel kell gyorsítani az eseményeket, ha meg akarják menteni a Dunát, tette hozzá a képviselő. Néhány héten belül pályázat indul a kistelepülések boltjainak támogatására, amelyre összesen 8 milliárd forintot különít el a kormány. A támogatásra minden olyan kisbolt pályázhat, amely 2000 főnél kevesebb lakosú településen működik. Az elnyert összegek milliós nagyságrendűek lehetnek, és bérköltségre, rezsiköltségre számolhatók el, jelentette be a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár emlékeztetett arra, hogy a 2021-es pályázati felhívásnak köszönhetően jelentős állami támogatással és csekély önrészvállalással 50 milliárd forintot meghaladó kisbolt fejlesztések valósultak meg az országban, összesen 1450 helyszínen. Elkezdődött a nagy szakmaválasztó Szekszárdon. A Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium, a Bezerédi István Technikum, valamint a Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum szervezésében.
A programon minden érdeklődő lehetőséget kap rá, hogy kipróbálja az iskolák által oktatott szakmákat. A fiatalok megismerhetik a kereskedelem és a számvitel érdekességeit, vagy éppen megkóstolhatják a vendéglátó finomságait. Mindegyik képzésre az lesz igaz, hogy, és most engem általánosan beszélek nem szakmáról, hogy ágazati alapvizsgát kell tenni. Ha 3 éves képzést választottuk, a 9. az mi az ágazati alapvizsgá, így szól, és ott az ágazati alapvizsga. Megteltek a Liszt-Ferenc téren felállított sátrak Szekszárdon, ugyanis kezdetét vette a nagy szakmaválasztó elnevezésű pályaorientációs program. A rendezvényen a Tolna megyei szakképzési centrum 3 a megyei jogú városban található intézménye mutatkozott be, és várta az érdekes programokkal az általános iskolásokat. Voltak, akik már konkrét elképzelésekkel érkeztek az eseményre. A vendéglátás szakács. Szakács szeretnél lenni? Igen. Karosszériás, meg ez a technikusi. És akkor visszahajtjuk, és akkor közel. Úgy, azaz. Jó lesz, nem kedvek így. Lehet igazgatni, ez a jó az alumíniumban. Segít, hogy megtalálni, hogy hova menjünk tovább tanulni, aki még nem nagyon tudja. A programon minden érdeklődő lehetőséget kapott arra, hogy megismerkedjen az iskolák által oktatott szakmákkal, akár ki is próbálhatta egy-egy elemüket. Használhatták a 3D nyomtatót, a lézerpuskával célba lőhettek, kipróbálhatták a drónt, valamint a 3D szemüveget is, továbbá forraszthattak, szerelhettek, megismerhették a kereskedelem és a számvitel érdekességeit, megkóstolhatták a vendéglátók finomságait. Valamilyen olyan lehetőséget kellett a tanulóknak biztosítanunk, ahol iskolán kívüli környezetben, de mégis egyszerre tud tájékozódni arról, hogyha a szakmát akar választani, akkor milyen lehetőségei vannak. Illetve kinek való a szakmaválasztás. Mert ugye a pályorientáció meg a pályaválasztás egy nagyon fontos dolog, és nagyon hosszú folyamat. Nyilván nem 2 nap alatt dől el semmi sem, de azt gondolom, hogy egy nagyon jó lehetőség, ami ezt a folyamatot kiegészíti, segíti, és a választást megkönnyíti tanulóknak, szülőknek egyaránt. A 2 napos rendezvényen nagyjából 300 diákot várnak a szervezők. Juhász Gábor azt is hozzátette, hogy ettől a rendezvénytől függetlenül az iskolák nyílt napjait is megtartják. Január 1-től nem kell majd bemutatni a jogosítványt és a forgalmi engedélyt közúti igazoltatáskor, és ezért semmilyen módon nem szankcionálhatják a vezetőket. Azonban ez a könnyítés csak azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban. A rendőrök évek óta elektronikusan ellenőrzik a belügyminisztérium nyilvántartásában szereplő adatokat a náluk lévő több funkciós kézi számítógéppel. Ezzel meg tudják nézni az igazoltatott vezető személyi adatait is, illetve hogy van-e érvényes jogosítványa az adott jármű kategóriára, valamint nem tiltották-e el a vezetéstől. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja és a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat közösen pályázatot hirdett hátrányos helyzetű általános iskolás gyerekek részére. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság közösségi oldalán kedden közzétett felhívása szerint a pályamunkák bármilyen témában elkészíthetők, amelyet a pályázó fontosnak talál, és amire szeretné ráirányítani az emberek figyelmét. A plakát bármilyen technikával készülhet, lehet akár festmény vagy grafika is, amelynek a mérete minimum A4-es, de legfeljebb A3-as lehet. Az alkotásokat 2022. december 15-éig lehet benyújtani a Tolna megyei bűnmegelőzési alosztálynak. Egy román embercsempész 15 migránst szállított egy kis teherautóban, de a Fácánkerti pihenőhelynél lekapcsolta a hatóság. A rendőrség szóvivője elmondta, mostanában több gyalogos és vonattal közlekedő menekültet is fogtak már Tolna megye területén. Több migránsfogás is volt Tolna megye útjain az elmúlt napokban. A legutóbb a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai állítottak meg egy román rendszámú kis teherautót. A gépjármű átvizsgálása során azonban több menekültre bukkantak. Ekkor kértek segítséget a rendőröktől. Kollégáim a helyszínen megállapították, hogy a járművet egy 49 éves román férfi vezette, aki a raktérben 15 illegális migráns szállított. Ők szír, valamint török és kurd állampolgárnak vallották magukat. Kollégáim mind a 15 illegális migránst előállították, ugyanis sem személyazonosságukat, sem pedig Magyarországon tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták. Őket visszaszállították az ideiglenes biztonsági határzárhoz, míg a 49 éves román embercsempésszel szemben büntető eljárást indítottak, aki azóta a szekszárdi fogdában ül.
A szóvivő hozzátette, mostanában egyre több olyan esettel találkoznak, amikor vonattal vagy gyalog közlekednek a menekültek. A tegnapi nap folyamán Tolna megyében további 4 szír állampolgárt állítottak meg kollégáim, akik egyrészt az alsónyéki vasútállomáson tartózkodtak, másik csapat pedig az M6-os autópályán, szintén Fácánkert közelében az út mellett sétált. Őket szintén visszaszállították az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A rendőrség arra kéri a lakosokat, hogy legyenek figyelmesek, és ha gyanús alakokat látnak, értesítsék a hatóságokat. Az idén karácsonykor átlagosan 15 ezer forintot költenek játékra a magyarok az online üzletekben, és 11 ezer forintot a hagyományos áruházakban. Az átlagos kosárérték 15%-kal haladja meg a tavalyit egy felmérés szerint. A játékpiac legerősebb időszaka november közepén indul. Az ünnepi szezonban jellemzően több és magasabb értékű játékot választanak a vásárlók, ilyenkor akár 6-szorosára is nőhet a kereslet. A legkeresettebb kategóriák évvégén a társasjáték, kártya, a kreatív fejlesztőjátékok. A kutatás szerint a megkérdezettek 35%-a 15 ezer forintnál magasabb értékben, 32%-a 10 ezer forint és 15 ezer forint között, 25%-a pedig 5 ezer és 10 ezer forint között választ meglepetést az idén. A válaszadók fele novemberben, egyötöde viszont már októberben elkezdi a karácsonyi ajándékok beszerzését. Decemberre csak 10-ből egy vásárló hagyja azt. A települések törekszenek rá, hogy minél több zöld területtel rendelkezzenek, ehhez pedig egy kitűnő kezdeményezés az újszülöttek számára rendezett faültetési akció. Bátaszéken 11, míg Tamásiban 17 éves hagyományai vannak az eseménynek. A 2011 óta, illetve főként az elmúlt évben született gyerekeknek állítottak fát Bátaszék határában. A városban ez már 11 éve hagyomány, a programon bárki részt vehetett, egyetlen kikötés volt, hogy legyen valamilyen kötődése a településhez. Ez akár nagyszülő révén, nagybácsi, bárki. Szülők révén nem baj, ha az ország túlsó felébe laknak, az a cél, hogy a kötődésüket Bátaszékhez ilyen módon is tudjuk erősíteni. És hogyha mondjuk időközben született egy kis testvére, akkor a nagynak a nevét is ráírjuk a névtáblára, még ha akár 20 éves akkor is, ha a szülő ezt kéri. A családok a jelentkezés sorrendjében húztak számot, továbbá a facsemeték és a gödrök is egy-egy sorszámmal voltak ellátva, így teljesen a véletlenre volt bízva, hogy ki mit és hová ültet. A legfontosabb szabály pedig, hogy a csemetét a jövőben gondozza a gazdája. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, meg a gyerekkel is, ha kiárunk nagyobb lesz, majd ő locsolja, akkor látja, hogy hú, ez a fa annyi idős, mint ő, esetleg úgy mégis, hogy a klímaváltozás miatt is azért csak jobb, hogyha több fa van, a gyerekeknek árnyékot ad. Úgyhogy mi örültünk ennek a lehetőségnek, hogy itt családostól kijöhettünk. Tamásiban a település előjárói is besegítettek a szülőknek a faültetésbe. Már közel 20 éves a kezdeményezés, amely minden év novemberében kerül lebonyolításra az előző esztendőben született gyermekek részére. Ez egy szimbolikus dolog több értelemben is. Egyrészt azért is szimbolikus, mert 67 újszülöttnek most jelképesen 7 fát ültetünk. Ugye ennek az az oka, hogy a belterületi zöld területeink lassan elfogynak, és azért fogynak el, mert nagyon sok helyre ültettünk fákat, cserjéket, nagyon sok helyen parkosítottunk. A város főkertésze minden évben törekszik rá, hogy olyan növényeket válasszon, amelyek, mint ezúttal is, szint visznek majd az adott környezetbe. Az idén vöröslevelű juharokat választottunk, igazából most a szín miatt választottam. Ugye neki egy ilyen sötétebb, bordós, mély színű, mély tónusú levele van, és itt a sok zöld között gondoltam, egy kicsit felélénkíti a helyszínt. Az elültetett fákat a település közmunkaprogramjában dolgozók gondozzák majd a jövőben. Regionális híreink következnek. Adózási szempontból is fontos a szabályos foglalkoztatás, számos adatot be kell jelentenie a munkaadónak. Iskolai bántalmazást, lakásotthonokból gyerekszökése, poliszkáfé a Baranyai Szentlőrincen. A nők elleni erőszakra és az áldozattá válásra hívták fel a figyelmet, egy megyéken átívelő futást szerveztek. A munkába álláskor nagyon fontos, hogy szabályos legyen a munkavégzés adózási szempontból is. A foglalkoztatóknak be kell jelenteniük dolgozóik adatait új jogviszony létesülése, megszűnése vagy szüneteltetése esetén is.
A változásokat is jelezni kell a NAV felé, ezeket mind elektronikus úton, bizonyos adózók pedig papír alapon tehetik meg. A határidőkre is oda kell figyelni, a munkavállalók pedig ellenőrizhetik, hogy szabályosan foglalkoztatják-e vagy sem. A szabályos munkavégzés adózási szempontból is fontos. Munkába álláskor, illetve bármilyen adatváltozásakor bejelentést kell tenni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Erre szolgál a 22T1041-es számú nyomtatvány, amely a NAV honlapján elérhető. Ezt a dokumentumot az adóhivatal mellett a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő és a Munkaügyi Szervis megkapja. Olyan adatok szerepelnek benne, mint például a biztosítási jogviszony létesítése, megszűnése vagy szüneteltetése, de a foglalkoztatott munkaköre és heti munkaideje is megtalálható. Amikor a bejelentés megtörténik, akkor természetesen a dolgozónak a személyes adatai is szerepelnek, a munkáltató foglalkoztató adatai is, a munka kezdésének, a munkaviszony, például a munkaviszony létrejöttének az időpontja is feltétlenül kell, a feorkódot is be kell jelenteni, illetve a munkakört, illetve ezeknek az adatoknak a változását is folyamatosan be kell jelenteni, ezekre meghatározott határidők vonatkoznak. Így a foglalkoztatás megkezdése előtt már be kell jelenteni az új jogviszony létesítését, legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján. Amennyiben megszűnik vagy szünetel a jogviszony, úgy a befejezést követő 8 napon belül kell ezt bejelenteni. Ha pedig a feorkód, azaz a munkakör vagy a munkaidő változik, azt a változást követő 15 napon belül kell jelezni. Amennyiben a munkavállalónak van ügyfélkapus regisztrációja, akkor a NEAK-nak a felületén folyamatosan tudja ellenőrizni a munkáltatóját, hogy szabályosan bejelentette, ugyanabban a munkakörbe jelentette be, ugyanúgy munkaidőbe, ahogy a valóságban is dolgozik. Hogyha ezek az adatok nem egyeznek a dolgozó saját nyilvántartásával, akkor a munkáltatónál kell egyeztetést kezdeményezni. A nyomtatványt a foglalkoztatón kívül meghatalmazott képviselő is benyújthatja. Az adatlap elektronikusan ügyfélkapun vagy cégkapun keresztül adható be a NAV területileg illetékes szervéhez. Papír alapon csak az előtársaság, illetve az adószámmal nem rendelkező biztosított mezőgazdasági őstermelő nyújthatja be a dokumentumot. Az egyéni vállalkozók pedig mindkét féle módon beküldhetik az adatlapot. A Police Café immár Szent Lőrincre is ellátogatott. A rendőr kávéház Baranya megye nagyobb településeit veszi sorra azért, hogy a helyi problémák megoldást nyerjenek. Szent Lőrincen két téma kívánt segítséget a helyi résztvevők és a szigetvári rendőrkapitányság munkatársainak bevonásával. Az iskolai bántalmazás és a lakásotthonokban élő gyerekek szökése. Már Szentlőrincre is megérkezett a rendőrkávéház. A helyi aktuális téma az iskolai bántalmazás és a lakásotthonokban élő gyerekek, fiatalok szökése. Családsegítő szociális intézmények képviseletében érkeztek résztvevők a tréningre a szigetvári rendőrkapitányság munkatársainak közreműködésével. A gyerekek ellátása az kiemelt feladatunk. Hát többször találkozunk olyan esetekkel, ahol hát olyan típusú bántalmazás történik, általában verbális, ami már a bántalmazás kategóriájába esik. A gyerekek egymást, hogy úgy mondjam, kiforgatják, illetve az iskolán belül, közösségen, baráti körökön belül, és hogy ehhez kapjunk tájékoztatást. A múlt hónapban Pécsen gyakorolták a közösségi alkotótechnika módszerét a rendészeti szervezetek, a szociális szakemberek, a közterületet fenntartó képviselői a Police Café elnevezésű rendezvényen. A mostani szentlőrinci tréninget Tóth József pszichológus tartotta, akinek most a tréner szerep jutott. Itt most a helyi sajátosságokra kihegyezve nagy segítség ez a civil összefogásban, a különböző hivatalos szervek összefogásában, és nagy segítség ez a rendőrségnek is, hiszen új ötletek merülnek föl, új megoldási módok kerülnek kidolgozásra. Harmadik éve zajlik ez a program, amely még 2014-ben a World Café módszertanaként a rendőrségre adaptált speciális biztonsági tematika változata. A Police Café 10 részes sorozata Baranya megye 10 járásában jelenik meg, és ad segítséget a helyi problémákra a szakembereknek kávéházi körülmények között. A programot a Baranya megyei bűnmegelőzési tanács támogatja. A Szentlőrinci rendezvénynek a polgármesteri hivatal adott otthont.
mint az olimpiai lángot váltófutásban hozták el a biztonság stafétáját Kaposvárra. Az 5 megyén átívelő bűnmegelőzési program sorozathoz Gyenesei Leila öttusázó olimpikon is csatlakozott. Óriási ködben rendőri felvezetés mellett érkeztek meg a futók a Taszári váltóponthoz, kezükben a biztonság stafétáját jelképező zászló. Ezt az Atalai megye határnál vették át a tolnai rendőröktől, majd Csoma, Nagyberki Baté és Taszár érintésével hoztak el Kaposvárig. Miután novemberben van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja, így a somogyi programsorozat is e téma köré épül fel. Gyerekotthonokba, lakásotthonokba megyünk az IOM-mel közösen, drámapedagógiai módszerekkel magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy mit jelent az emberkereskedelem, mit jelent a prostitúció, ezen túlmenően az EURES segítségével a külföldi munkavállalásról adunk tájékoztatást középiskolás gyerekeknek. A mi rendőreinket képezzük, egy érzékenyítő tréninget tartunk nekik ebben a témában, és igyekszünk média megjelenéseket is elérni, hogy ezek a témák mindenki számára világosak legyenek, és hogy van segítség, tudunk segítséget adni, hogyha arról van szó. A rendezvényen a Kaposvári Eötvös Loránd műszaki technikum több diákja, illetve oktatója is részt vett. Nagyon szívesen jelentkeztek a feladatra, hiszen ugye a témakör is nemes, és nagyon fontos ugye a nők elleni erőszak témaköre. A felkészülés vonatkozásában ugye futó edzésekkel készültünk a megmérettetésre, és hát edzésekhez méltóan, mint látható, ugye a csapat zöme teljes felszerelésbe, tehát úgynevezett bakancs súranóba és az egyenruhába vesznek részt a futáson. A Somogy megyei rendőrfőkapitányság épülete előtt a fiatalok a 112-es segélyhívót is megformázták jelképesen. A biztonság magában, hogy tudok számítani valamire, valamilyen közösségre, barátokra, akárkire tudok számítani, és tudok valakihez fordulni. A fiatalok szerint a rendőri pályában leginkább a segítségnyújtás lehetősége a vonzó számukra. Én úgy gondolom, hogy a biztonság az egy nagyon fontos dolog, főleg most a 21. században, és nem csak a nőkre, nem csak a gyermekekre való veszélyek, hanem úgy bárkire. A kezdeményezéshez Gyenesei Leila öttusázó olimpikon is csatlakozott, aki az áldozattá válás megelőzésére épp úgy felszerette volna hívni a figyelmet, mint az egészséges életmódra. A sport az mindenhez egyfajta kapaszkodó lehet. Hogyha van akinek jó a kedve, akkor azért, mert még jobban feldobja és tele lesz tőle energiával. Hogyha valamilyen probléma adódik az életében, akkor pedig azt is sokkal könnyebb áthidalni nekem, hogyha egy picit így össze-vissza van a fejem, szeretném, hogyha tisztábbak lennének a gondolataim, vagy van egy nehezebb időszak az életemben, vagy zsúfoltabb időszak, akkor is mindig szakítok időt a mozgásra. A programokat egy Védettházban forgatott dokumentumfilm vetítése tette teljessé. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Holtágak megmentése, mezőgazdasági és turisztikai szempontból is fontos a vizek rendbetétele. Elkezdődött a szakmaválasztó, csak nem 300 diákot várnak a kétnapos rendezvényre. Gyalogosan és vonattal is közlekednek újabb migránsfogások Tolna megyében. Fát ültettek a legkisebbeknek, Tolna megye több településén kaptak csemetét a gyerekek. Csütörtökön általában erősen felhős lesz az ég, de foltokban átmeneti rövid ideig tartó szűrt, derengő napsütéses időszakok előfordulása sem kizárt. Csapadék nem valószínű. Általában gyenge mérsékelt, néhol kisé élénk észak-északnyugati szél fog fújni. Éjszaka ismét vastag felhőzet érkezik fölénk, melyből hajnalban délnyugaton már előfordulhat eső. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!